Második fázisához ért a Szatmári Múzeum egyik állandó kiállításának felújítása. 2015-ben az önkormányzat segítségével a déli szekérszín újult meg, most pedig a szekér, kocsi és hintógyűjtemény teljes felújítása fejeződött be. A déli, illetve az északi szekérszínnek a felújítása készült el, ami már nagyon életveszélyes volt, hiszen a földben lévő oszlopok elkorhadtak, és ennek a cseréje nélkülözhetetlen volt, illetve új burkolattal, illetve új bejáratot készítettünk a lakótelep felül, és ennek keretében azt hiszem, hogy nagyon színvonalas lett. És ennek nagyon fontos volt a második része, hogy a mai kor elvárásainak megfelelően audiovizuális eszközökkel, interaktív módon mutassuk be a szekerzés, kocsizás történetét. Valójában az emberiség történetek egy nagyon fontos kérdése volt a keréknek a feltalálása. És ennek a bemutatása fantasztikusan sikerült. A felújított állandó tárlat átadóján a Máté Szalkai polgármester azt mondta, a kiállítás interaktív lett, így a múzeumi látogatása fiataloknak is élménydús lesz. Most már teljesen más hangsúlyt adunk a múzeumi légkörnek. Multimédiás, nagyon-nagyon komoly 21. századi technikai eszközökkel egy más légkört teremtünk. Befogadhatóvá tesszük az egészet fiataloknak, gyerekeknek, ugye digitális eszközökön nőnek fel. De teljesen másképp kell felépíteni egy múzeumi tárlatot, hogy egy mai fiatal ne unatkozzon mellette. A tervek szerint további fejlesztések várhatóak majd a Szatmári Múzeumnál.